vállalkozók szakképzőiskolák képviselői, az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztályvezetője, az adóhatóság és az OTP szakértője is felszólaltak a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarától megtartott szakképzési konferencián. A szervezők célja az volt, hogy a vállalkozók minél szélesebb körű tájékoztatást kaphassanak a szakképzés fejlesztésének elmúlt időszakban elért eredményeiről, amit az Iparkamara koordinál. Ezen belül a felnőtt képzés, illetve az iskola rendszerű képzés is. Természetesen ehhez kapcsolódnak egyéb területek is, és ezeket is mindjárt egybe vontuk, és így szeretnénk, hogy szélesebb tájékoztatást kapjanak a vállalkozók. A szakképzés színvonalának fejlesztése és a hiány szakmák felszámolása a kamara legfontosabb feladatai közé tartozott az elmúlt években. Most arra elérték, hogy a korábbinál sokkal több képzési formában kaphassanak a diákok ösztöndíjat, ha jó tanulmányi eredményt érnek el. A kamara megyei elnöke szerint részben ennek is köszönhető, hogy egyre többen akarnak szakmát tanulni. Egyre többen felismerték azt, hogy egy életen át kell tanulni, át kell képezni magukat. Átlagosan Nyugat-Európában ez azt jelenti, hogy négyszer váltanak szakmát az emberek. Ez nálunk is most már kezd kialakulni, és amint látható az, hogy ha már van is szakmája, egy újabb szakmára jelentkezik, hiszen jelentős támogatások vannak annak érdekében, hogy mindenki éljen ezzel a lehetőséggel. Az ország szakképző iskoláiban és szakgimnáziumaiban a tavalyi tanévben összesen több mint 113 000 diák tanult.